Üdvözöllek titeket újra itt a YouTube csatornámon egy újabb kis videóban. Így 2024-ben igyekszek egyre nagyobb hangsúlyt fektetni az egészséges kutyatáplálásra, és szeretném bevezetni tudatosabban a zöldségeket és gyümölcsöket merlő És utána néztem egy csomó mindennek, hogy melyik zöldség miben tud segíteni, illetve gyümölcs a kutyatáplálkozásában és ebben a videóban ezeket szeretném nektek is elmondani, amiket így most én megtanultam a zöldségekről és gyümölcsökről, hogy ebben az évben esetleg ne csak én, hanem ti is próbálkozatok bevezetni, hát hogyha sikerrel járunk, és Merlin egyébként olyan, hogy van, amikor szereti a gyümölcsöket, zöldségeket, van, amikor nem, de hogyha megpróbálkozunk tudatosan beépíteni az étrendjébe, akkor valószínűleg jót fogunk tenni vele, ennek lesz majd egy második verziója is ennek a videónak, mivel nagyon fontos beszélni azokról a zöldségekről és gyümölcsökről, amik viszont veszélyesek és mérgezőek a kutya számára, úgyhogy a következő részben majd azt fogjuk megtárgyalni. Most viszont nézzük meg azokat, amik egészségesek. Azt is nagyon fontos tudni, hogyha most fogjuk bevezetni, tehát mint én, illetve hogyha te is most akarod bevezetni a zöldségeket, gyümölcsöket jobban, a napi étrendjébe az állatnak, akkor fontos, hogy a tudatosságot, illetve a fokozatosság elvét kövessük, mert nem szabad azonnal mindent rázódítani a kutyára, csak szépen fokozatosan. Ha valamit nem szeretne megenni, akkor azt ne erőltessük rá. Esetleg megpróbálkozhatunk másféle módszerrel, tehát hogyha a nyersen nem eszi meg, akkor megpárolhatjuk, megfőzhetjük, attól függ, hogy milyen zöldségről van szó, mert nyilván nem minden zöldség jó például nyersen. Az első az a sárga répa, amit én így összeszedtem. Ezt nyilván elég egyszerű beépíteni a kutya étrendjébe, adható akár nyersen vagy főzve is, hogyha nyersen kínáljuk a kutyusnak, akkor még a fogánál is tudunk egy kicsit segíteni a fogtisztításban. Amint érdemes tudni a sárgarépáról, hogy a kalóriatartalma alacsony, a rostartalma viszont nagyon magas, és nagyon gazdag az a vitaminban. A második zöldség, amit összegyűjtöttem, az nem más, mint a sütőtök. Tavaly Merlin már így ilyen Halloween táján kapott sütőtököt, és elképesztő, hogy mennyire imádja, és könyörgött érte konkrétan, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom, mert a kis édes kis állag a véget szerintem nem csak Márdin, hanem a többi kutya is nagyon szereti. Adható fővel, sütve, párolva, ahogy éppen a legegyszerűbb nektek elkészíteni. A sütőtök az rostokban gazdag, az emésztőrendszernek is jó, illetve nagyon jót tesz a bőrüknek, illetve a szőrüknek is a kutyáknál. Továbbá zsírsavakban is nagyon gazdag, és rengeteg bétakarotint tartalmaz, ami szintén nagyon hasznos tápanyag a kutyák számára. A következő pedig az édesburgonya, ami nagyon sok rostot tartalmaz, B6 és C vitamint, ami például így a szívbetegségek megelőzésénél is nagyon jót tehet. Márin egyébként már kapott édesburgonyát, és nagyon szereti, illetve amit esetleg így érdemes tudni róla, hogy főve, illetve sütve is adható a kutyusnak. A következő, amit összeszedtem, az a brokkoli. Ez az izületi kopásoknak a lassulását tudja esetleg segíteni a kutyáknál, viszont nagyon fontos itt megemlíteni, hogy tényleg csak mértékkel adjuk a kutyusnak, mivel nagy mennyiségben pufadást okozhat, és akkor már nyilván nem egészséges. Az utolsó zöldség, amit összegyűjtöttem, az nem más, mint a cukkini. Merlin már korábban időnként kapott cukkinit, és nagyon szereti. Ami véget jó a cukkini, az az, hogy nagyon magas a magnézium tartalma, és C-vitaminban is nagyon gazdag. Most pedig jöhetnek a gyümölcsök, azok közül is ötöt gyűjtöttem össze, nyilván még ezen kívül az zöldségekből is van néhány, ami adható a kutyának, meg a gyümölcsöknél is. Most 5-5-5-öt szedtem össze. Amit a gyümölcsökről érdemes tudni, hogy azért azzal csak óvatosan, mivel hogyha esetleg cukorbeteg a kutyád, akkor nem javaslom, hogy gyümölcsöket adjál neki, illetve itt is nagyon fontos a mértéket betartani, semmiből nem szabad túlzásba vinni és sokat adni. Az első az áfonya, ami nekem is a személyes kedvencem, nagyon szeretem az áfonyát. Nagyon magas a tartalma, akár az immunrendszer erősítésében is tud segíteni, illetve az agyműködésüket is tudja egy kicsit serkenteni. Rengeteg antioxidánst és c is tartalmaz, így nagyon egészségesnek számít. Egy néhány szemet érdemes adni belőle, egy itt tudom én három-négyet, akár a jutalomfalatként, vagy a főétkezése mellé, és kifejezetten egészséges tud lenni szerintem. A következő az alma, ami szintén nagyon finom, rengeteg antioxidáns C-vitamin tartalmaz, kifejezetten jó az alma a kutyáknak, a csontjának, illetve ami még szerintem tök jó, hogy a leheletén is tud segíteni, illetve a fogaknak is jó. Az almánál is, illetve minden olyan gyümölcsnél fontos tudni, aminek nyilván magja van, hogy a magot azt nem szabad adni semmilyen állatnak, mivel ez nagyon mérgező. Most viszont ugyan tél van, viszont hogyha majd jön a nyár, akkor a görögdínyét is ezek közé, a gyümölcsök közé tudnám sorolni, hiszen nagyon szeretik a kutyusok. Én tavaly adtam Merlinnek néhány kis falatkát a dinnyémből, és egyszerűen imádta. Természetesen tudni kell azt is, hogy mag és a kéreg nélkül adható, és ebből sem szabad nyilván nagy mennyiséget. A görög még azt érdemes tudni, hogy alacsony a kalóriatartalma, a B6 és C vitaminokat is tartalmaz. Nagyon sok értékes tápanyag van benne, ilyen például a kálium, a béta-karotin, illetve a magnézium. A következő gyümölcs nem más, mint a banán, ami nagyon tápanyagdús, illetve ilyen kis édeskés. Természetesen, hogyha kóstoltad, akkor tudod, én nem szeretem a banánt, viszont a kutyusoknak adható kis mennyiségben, mivel az édeskés íze véget nagyon szívesen elfogyasztják. Az utolsó gyümölcs, amit összeszedtem, az pedig nem más, mint a málna. Ebből néhány szem adható, ilyen 3-4 szem, amikor a szezonja van. Ez tök érdekes, mert én például korábban a málnát nem gondoltam, hogy adható a kutyusnak, én azt hittem, hogy ez mérgező számukra, de szerencsére nem, úgyhogy ha jön a szezonja, akkor majd meg fogja Merlin is kóstolni. Most viszont el fogok menni bevásárolni, és arra gondoltam, hogy így a videó végén, hogyha sikerül vennem ezek közül a gyümölcsök vagy zöldségek közül néhányat, akkor egy párat meg fog kóstolni Merlin, és meg tudjátok nézni, hogy melyik ízlik neki, illetve melyik kevésbé. Úgyhogy induljunk is a Lidőbe, és szedjük össze a hozzávalókat. Voltam bevásárolni, és jelenleg ezt a három féle zöldséget, illetve egy gyümölcsöt vettem, amit most így a videó végén Merlinnel meg fog kóstoltatni. A brokkolit és a sárgarépát meg fogom főzni, mert nyersen nem szereti, az almát pedig nyersen fogja megkóstolni. Aztán meglátjuk, hogy mi az, ami ízlik neki, és mi az, ami nem. Na most már itt is van Merlin, és izgatottan várja, hogy mit fog kóstolni, bár szerintem annyira ennek nem fog örülni. A sárgarépákat megpucolom, és apró karikákra fogom felvágni, és úgy fogom majd megfőzni, hogy jó kis puha legyen, mivel Merlin csak úgy szereti, illetve a hörcsölök is sokkal szívesebben megeszik akkor, hogyha nem nyersen adom. Bár hogyha nyersen adnám, ahogy már a videó elején is elmondtam, sokkal egészségesebb lenne, tehát, hogyha nem eszi meg, akkor sajnos nem tudok vele mit csinálni. Próbáljátok meg, ti is kínáljátok először nyersen, és ha úgy nem megy, akkor mehet a puha verzióban, Ezeket a zöldségeket be lehet úgy is iktatni az étkezésébe, hogy akár egy kis jutalomfalatként valamilyen trükköt kérve tőle, és akkor ez lesz a jutalomfalat, nem pedig valamilyen hagyományos falat. Vagy akár úgy is lehet, hogy például a főétkezésébe pár szemet belecsempészni. Mind a kettő félét ki fogom majd próbálni, és azokat sorsformájában tudjátok megnézni. Brokkolit is fogok hozzátenni, és azt is meg fogom egy kicsit főzni. Habár a hörcsögök nyersenni szeretik a brokkolit, Merlinnek úgy ezt nem adom. Ebből is egy picit fogok majd ebbe a kis tartóba belecsipkedni, és akkor majd szépen együtt tudjuk kínálni a kettőt. Ezt most felöntöttem vízzel, és puhára főzöm. Teszek rá egy tetőt is, hogy gyorsabb legyen a folyamat. Nem tudom, hol van ennek a teteje, úgyhogy ez egy nagyobb. Persze már valaki itt ül az asztalnál, és várja, hogy mit fog kóstolni. Most pedig fel fogom vágni ezt az almát, és ennek a nagy részét én fogom megenni. De az aranyhörcsögök is nagyon szeretik, ha bár ők ritkán kaphatnak gyümölcsöt. Törpének nem nagyon szoktam adni, maximum nagyon-nagyon pici darabkát. És meglátjuk, hogy Merlin mit fog szólni hozzá. Persze, amit Merlin kap, annak a héját leszedem. Na, és akkor nézzük meg, hogy most lesz-e sikere az almának. Na, úgy láttam, hogy most igen. Finom. Forog. Акашвадь. ez a kis videó ennyi lett volna, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, a videót, van egy Insta oldalunk is, ott is érdemes minket bekövetni, ide le fogom tenni a nevünket, hálásan köszönjük, hogyha azt is bekövetitek, ha pedig ez a videó tetszett, akkor találkozunk hamarosan egy következőben, legyen szép napotok, sziasztok!